Újra a versenyzők töltötték meg a Komlóstetői Kerékpárparkot. Első Decathlon Komlós Cross elnevezéssel rendeztek versenyt az általános iskola melletti pályán. A szervezők a 11 év alatti korosztálytól kezdve az úgynevezett elitversenyzőkig összesen 13 kategóriában biztosítottak versenyzési lehetőséget. Ahogyan azt kell, a szervezők a legkisebbekre is gondolva rendezték meg a Komlóstetői Kerékpárparkban az első Decathlon Komlós Cross nevet viselő versenyt. A Miskolci Hote Sport Egyesület rendezésében megvalósult kerékpáros napon az utánpótlás kategóriák elszánt indulói nyitották a futamokat szép számban a Cyclocross kerékpárversenyen. Ez egy őszi-téli sorozat, igazából az országos bajnokság az januárban van. A világbajnokság is januárban a legnagyobb sár vagy hó idején. Ez egy ilyen szakág. Franciák találták ki egyébként. A Cyclocross regionális futamon korábbi és jelenlegi magyar bajnokok is taposták a pedált, és minden nagy hazai név ott repesztett az elit kategóriában. A piros-fehér-zöld mezben narancssárga kerékpárjával rögtön a rajt után az érre állt, és végig őrizve pozícióját egyre növekvő előnnyel meg is nyerte a legjobbak futamát Búr Zsolt. Körülbelül egy érzésre mindenhol olyan tempóba mentem, amilyenbe szerettem volna, vagyis hát, amit mint minden körbe, ugyanazokban az áttételekben, ugyanolyan tempóval, úgyhogy igazándiból ez egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen biztonsági menet volt azért. Tehát ennél, hogyha mondjuk közelebb vannak a srácok, akkor azért egy picit még talán tudok gyorsabban menni. A szervezők nem titkolt célja volt az is, hogy újra életet leheljenek a Komlóstetői pályába, ami remekül megközelíthető minden egyes pontján. A hosszú idő után megrendezett első versenyen nagyon sok rajthozálló és érdeklődő jelent meg. Én azt remélem, hogy ennek lesz folytatása, hiszen már beszéltünk ma is erről, hogy esetleg a későbbiekben rendszeresé tesszük ezt a versenyt Komlóstetőn. A Komlóstetői versenyen készült bővebb összefoglalónkat sportműsorunkban láthatják majd nézőink.